Bart Endre human ügyekért felelős alpolgármester, a 4-es választókörzet önkormányzati képviselője szemlét tartott az új Vasmi út mögötti területeken új, zárt kutyafuttatók létesítése céljából. Képviselő tervei között szerepel ezeknek a létesítményeknek a megvalósítása, hogy élhetőbbé tegye a körzetet, illetve a várost az itt élők számára. A lakók megkeresésére megtörténik az a feltérképezés, hogy hogy valósulhatna meg egy zárt kutyafuttatónak a létrehozása. Én nagyon örömmel állok bele ebbe az egész ügybe, hiszen számomra is fontos, ezt többször elmondtam már, és végre most lehetőségünk nyílik arra, hogy a 4-es számú választókörzetben egy éven belül 3 darab zárt kutyafuttató is legyen. Ennek érezik az egyik helyszínen. Mai napon még voltunk a Domonovszki téren is, ott is van egy erre adott helyszín, ott viszont a lakók bevonásával fog majd megtörténni ez a feltérképezés, hiszen jelen pillanatban az nem kutyafuttató. A képviselő azt mondta, az elkerített területek csökkenthetik a szakadékot a kutyások és a nem kutyások közt, hiszen az állatok gazdái egy zárt területen mozoghatnak együtt kedvenceikkel, másokat nem zavarva. A kutyákat ugyanúgy el tudják majd engedni, de nem kell attól félni, hogy akár itt a közeli játszótérre oda mennek, vagy ha egy olyan kevésbé szocializált kutyát is szeretnének megmozgatni, aki kevésbé jön ki a társaival. 5 percre, 10 percre arra is van lehetőség, hogy ezek a kutyák egyedül szaladgáljanak egy kicsit ebben a környezetben. Ezt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Illetve a másik, a nem kutyások részére, sajnos valljuk be, hogy nagyon sok olyan kellemetlenség van, gondolok itt a kutyaörülékekre és egyéb dolgokra, amiknek a szankcionálása sokkal könnyebb, hogyha ilyen zárt kutyafuttatók vannak. Bart Endre kiemelte, a Domonovszki téren a kutyafuttató leendő területének feltérképezése a lakosság bevonásával fog történni.